Tényleg, Tobi! Kapjál! Borulok, mint a labda! A tököm! Mindjárt a Balatonon leszünk, jó? Lecsukom, kinyitom, és a Balatonon leszünk, jó? Figyelj! Topsi, hát itt vagyunk a Balatonon. Len vagyunk Balatonon, veretjük magas fokon. Piák az a szalon, de csak egy két napig. Ha még a nagy papi, na meg a nagy mami. Na, hát Tóbiásom, mutatom, hogy mi a lényeg a Balatonnak. Látod ott a kacsákat? Utána úszunk ma. Jó? Utána úszunk a kacsák után? Először egy labda után menj be. Pes. De okos. Jaj, de okos. Ez én kicsi. Ott egy fűszál. Hányá? Ott jön a malacom, nézzétek. Zumolj rá, létszik. Látod? Akkor most megtámadjuk a kacsákat, jó, Bobsza? Jó. Oda megyünk. Két pasi. Nézd, ott vannak a kacsák. Tök jó, van egy kameramenem. Operatőr. Kacsavadász! Kacsavadász! Futás, futás, futás! Jaj, Tóbiás! Jól van, nem baj. Megtanítjuk neki. Benne van az ösztönébe. Na, Tóbiás. Ide figyelj. Te egy kacsavadász vagy. Mi vagy te? Nem, Tóbiás, te nem az vagy, de egy kacsavadász vagy. Célpont bemérve, a fegyver élesítve, a felügyelő a helyén, a sas pedig leszállt. Mármint kacsa. Jaj! Topsi, gyere befele! Elkapjuk! Gyere, apukám! Hát gyere, apukám! Jaj! Itt van! Megmentem! Megmentem! Jaj! Megmentem! Tobi! Le! Fúsz, itt vagyok! Hát, Tobi, nem kaptuk el a kacsákat. Nem csak. Nevezhető az első idei balatoni fürdést? Meg az első idei megfázásnak is nevezhető. Nem. Annak nem. Viszont most ezt a lányoknak küldöm. I'ma make your mind tonight, pulling your hair, baby. Ez nagyon gáz, ahogy csinálod. Megint jönnek ki a kacsák. Bazzeg, Tobi, gyere! Elbújok most a Tobi elől. Ott a Tobi. Nézzétek! Biztos nem fog megtalálni. Vigyel! Hol a gazdi? Tobi, hol a gazdi? Jaj! Hát se vagy, Tobi! Hát gyere papához! Hát gyere a papához! Jaj, gyerek meg! Hát se vagy! Segíts neki, Topsi! Segíts neki! Hát se vagy! Hát se vagy! Azt el is fut. Ennyire érdeklem a kutyámat. Labda vagy? Nem vagy labda. Ne várj többet. Tényleg, Tobi! Kapjál! Gurulok, mint a labda! A tököm! Ez nagyon fáj! Az a k***ra kemény koponyájával! Te f***! Hol vagy? Alkalmam se volt beköszönni. Hát sziasztok, üdvözlök mindenkit ebben az új Tobi vlogban. 26 fok volt ma kint a napon, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ideje először megfürdeni a Balatonba. Hát Tóbiás gondoskodott erről, vagy hát a kövek igazából, mert lecsúsztam a kövekről. Aztán elég izgalmasan indult ez a vlog, mert fáramáztunk, fürödtünk,
tökön ütött a Tobi, és most nem tudom, igazából ennyi. Úgyhogy folytatjuk a napunkat, ez egy Tobi vlog, és itt a Tobi! Nem vetted őt? Nem. Basszus. Nos, hát gyerekek, tudjátok, hogy hashtag maradj otthon van. Ettől függetlenül a Tobival azért, még hogyha kertes házban is vagyunk, nem lehet megmaradni teljesen otthon. Úgyhogy muszáj volt ide lejönni Fonyódra, a kutyastrandra. Ez nekem egy 20 perces út most, ahol lakom éppen a karantén miatt. Leköltöztünk ugye kertes házba, és onnan egy 20 perces út ez a Fonyódi kutyastrand. És hát baromi jó, nagyon szeretjük, tavaly nyáron voltunk már itt. És most is, hogy elvileg még csak június 15-én nyílik, igazából egész rendezett. Most lett levágva a fű. Szerintem Fonyódról legszebb a kilátás, leginkább a Badacsony miatt, ott van szembe. Hé, mit csinálsz a labdával? Én értem, hogy azt akarod, hogy eldobjuk, de hagyd mondjam már végig, jó? Jó? Végigmondhatom? Topsi, nézd ide! Végigmondhatom? Jó, köszönöm. Úgyhogy egy picit itt töltjük el az időnket, labdázgatok Tobival, hagyd lássa a Balatont, hagyd kergesse a kacsákat, mert szokta kergetni a kacsákat itt egyébként, még hogyha nem is látszik. Mondom, hashtag maradj otthon van, de azért, hát ahogy láthatjátok, másfél méteres körzetben nincs senki, úgyhogy figyelünk erre azért. Bobsonnak meg még egy olyan plusz, hogy basszus, te nem tud elkapni a vírust. Hallott, hatalmas nagy király vagy. Hatalmas nagy király. Júj! Hát az off, Tobi. Tobiás, mit csinálsz? Mit keresel? Elvesztetted a labdádat? Most következzen egy hogyan szívasd meg a kutyádat a vízparton. Fogj egy pár követ a kezedbe, majd pedig dob be a vízbe. És várd, hogy megkeresse. Keresd, Tobi! Keresd! Keresd! Kapd el! És ledugja a fejét. Kapd el! Nincs meg? Kijöttek megint a kacsák. Nézd csak, kijöttek a kacsák, gyere! Menjünk. Futás. Futás, kapd el, kapd el, kapd el! Kapd el őket! Azaz! Azaz! Jó van! Ennyi? Kész? Nem volt hosszú éltű. Azt hittem keményebb srác vagy Tóbiás. Egyik tényleg kacsavadász. Gyerekek, nem tudom, hogy tudjátok-e, de általában a Golden Retriever azért Golden Retriever, mert a lelőtt kacsákat hozta vissza vízből. Tehát eleve az ösztönében benne van, hogy vízimádó, mert hát ez lett belé kódolva. Meg hát jó, nem csak kacsákat, fácánokat is, meg mindent visszahozott, de pont azért használták a Golden Retriever fajtát. Imádja visszahozni nekem a labdát minden egyes alkalommal, mert tényleg lelőtt cuccokat hozott vissza. Innen a szó, hogy Retriever. És még egy fontos dolog, hogy olyan lágy gyan tudják összecsukni a szájukat, hogy nem sérült meg a kacsa, vagy a lelőtt préda, amikor visszahozta a kutya, úgyhogy ezért is hát egy tojást el tudna hozni nekem anélkül, hogy széttörni, persze erre kell egy kis kiképzés, lehet eleinte inkább megenni azt a tojást, de hálás egy fajzat. A kedvenc az egyetlen kutyafajta a világon, ami szóba jöhet török ábelnél. Hogyha lesz még egy kutyám, az is Goldi lesz. Csak vörös. Az vörös Goldi. Ez egy napi vlog, de hogyha sokszor mondjuk, akkor napi vlog. Archibald de la Mancha. Ezennel lovagá ütlek. Behúzza a fülét. Itt megvakarjuk a lovagi fejedet, és tiéd, vedd el, tiéd. Kettő, ne zomolj be, jó? Jaj, ül! Tobi, ül! Marad! Egy, kettő, három! Egyse volt! Túl egyszerű volt! De, hát igen, túl okos már ez a Tobi. Nem látottam, ugye? Nem. Hova ment? Eltűnt? Itt hagyott téged? Nem is jön érted vissza. Csak egy nagy kamu volt. Ki az? Ki jön ott? Hol az Ábel?
Vízbe lenne az ábel. Keresd! Hol van? Hol az ábel? Hol az ábel? A felelős kutyatartás. A kutyaszart is össze kell szedni. Fúj! Ez egy negatívum a kutyatartásba. Ezt kifelejtettem az előző videóból. Mi itt egyébként a naplementét most még megvárjuk, és utána indulunk haza, gyerekek, és hát ennyi volt ez a napi vlog, de azért még nézzük meg együtt a naplementét, jó? Mert Fonyódon gyönyörű az is.